Valójában mindegyikünk azt szeretné, hogy jöjjenek az európai pénzek, ehhez képest pedig mennek az európai pénzek, és a kormány nem ártalja azt mondani, hogy ez a távirányító a mi kezünkben, az ellenzék kezében van. Valójában nem így van. Bonyolult az ügy, de hadd mondjak három dolgot összesen. Mi a baja Európának, az európai adófizetőknek? Az egyik az, hogy úgy tűnik minden jel szerint, hogy Magyarországon, ha az állam vásárol vagy beruház, akkor nem a legolcsóbb ajánlatot tevővel csináltatja meg a munkát, vagy attól vesz, hanem a haveroktól. Ezer példát tudnánk mondani. Ők azt mondják, hogy ellopják ezt a pénzt. A második problémája az a többi európai polgárnak, aki fizeti ezt a pénzt, hogyha meg valaki lebukott, mert lopott, mert tisztességtelen volt, mert csalt, akkor a magyar bírósági rendszerben nem lehet garantálni, hogy a független igazságszolgáltatás teszi a dolgát, mert a kormány bele tud nyúlni abba, hogy ki fog a végén ítélkezni. Szóval, mintha Magyarországon a kormány környékén lehetne lopni is, és meg lehetne úszni a büntetést is. A harmadik megjegyzésem, ami pedig a távirányítót illeti. Nézzék! Az Európai Parlamentben, nagyságrendet mondok, 700 körüli képviselő ül. Mennyi ebből a magyar ellenzéki képviselő? Kevesebb, mint egy tucat. Aki azt gondolja, hogy mi akadályozzuk meg, hogy jöjjenek a pénzek, az vagy nem ismeri az Európai Parlamentet, vagy tudatosan hazudik magukat, benneteket félrevezeti. Nem így van. Nem kell lopni, aki pedig lop, azt meg kell büntetni. És akkor jönni fognak a pénzek. Ilyen egyszerű ez.